ön ötlet honnan jött magára a kiállítás sorozatnak erről a részéről, ami a dohányzással kapcsolatos? Osztottuk, hogy kinek mi az érdeklődése, mi mozgatja meg a szabadidőt, és engem, meg a Bálint Bencét, minket az érdekel, mert mi a cigarettára gondoltunk, hogy azzal szeretnénk foglalkozni, annak szeretnénk egy tárlatot szentelni, és szerettünk volna egy installációt csinálni itt benne a raktárban, ahol pedig egy szubjektív, egy képzelt fiatal embernek, vagy fiatal lánynak, inkább fiatal emberre tudnék itt gondolni, tehát egy képzelt fiatal embernek, aki szeret dohányozni, annak a szobáját próbáltuk megmutatni, ahol igazából behalmoztuk azokat a dolgokat, amik felmerülnek így a dohánnyal kapcsolatban, vagy a cigizéssel, vagy a füstöléssel kapcsolatban, ami ezzel a kultúrával jár, tehát látjuk itt a posztereket, a dohányt, a különböző hamutálakat, amiket begyújtottak, lányokról képek, akik cigarettáztak. Tehát, hogy az egész gondolatiság, hogy van egy szoba, ahova az ember beült, ott vannak könyvek, le tud ülni, tud gondolkodni, igazából csak cigizni nem lehet, de az egészen, mint egy cigiző. Mit reméltek ettől a kiállítástól? Tehát mit gondoltok, hogy aki ide bejön, azt megtekinti, mit kap, vagy mit szeretnétek, hogy milyen érzésekkel távozzon? Mi egy olyan hangulatot akartunk létrehozni, ahol azt gondoltuk, hogy emberek tudnak találkozni, tudnak beszélgetni, összetudnak jó gondolat. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a cigaretta az egy remek eszköz arra, hogy különböző emberek kapcsolatba lépjenek egymással. És ezért gondoltuk, hogy egy ilyen tárlat, ez halmozottan lehet egy olyan dolog, ahol nagyon sok különböző gondolkodású és teljesen más kultúrájú ember tud találkozni. Várunk mindenkit az a szeretettel, hogy van kedve, nézze meg, fűzzön hozzá, hozzon nyugodtan munkát, tegye ki. Azt szeretnénk, hogy ez egy olyan szoba legyen, ahol bárki kicsit otthon érezheti magát, mindenki hozzá tehet.